Sziasztok! Mai témám a hogyan kezdjünk szimulátorozni című kérdésre alapul. Ez nem egy gameplay videó lesz, hanem egy ilyen kis beszélgetés, pár tanács, esetleg pár érdekesség. Nagyon sokan fordultatok hozzám, mióta elkezdtem videózni, hogy segítsek nektek. Ezzel a videóval is megpróbálok néhány embernek segíteni, esetleg pár tanácsot nyújtani. Ugye hogyan is kezdjük? Én közel 6 éve kezdtem, lassan 6 éve kezdtem a szimulátoros pályafutásomat, és az, hogy valaki szimulátoros legyen, nem kell más, mint egy gép, meg egy egér, meg egy billentyűzet az elején. Most nagyon sok szimulátoros játék, legalább sok relatív, de legalább 2-3-1 biztos a Life Force Speed, lehet játszani egérrel. Igen, butaságnak hangzik egérrel való játék, de bőven elég ahhoz, hogy belekóstolj egy kicsit a versenyzésbe. Ugye Life for Speed demo verziója ingyenesen letölthető, regisztráltok a honlapon a legfrissebb verzió, leszeditek, játszatok. Van belőle magyar bajnokság is, tehát bele lehet kóstolni, meg lehet nézni az időket, milyeneket mennek. De egy idő után ez unalmas, tehát mész itt egérrel, elfáradsz, főleg a hosszú a verseny. Érdemes venni egy kormányt. Na most milyen kormányt vegyünk? Nekem nincs sok tapasztalatom, sokfajta kormány terén, egyfajtát tudok, a Logitech-et. A Logitech egy eléggé megbízható márka kormányok terén. Kezdtem annak egy Formula Force X-el. Ez körülbelül, nem akarok hazudni nektek, 3 év voltán, 4, nem tudom. Lényeg az, én nekem ez a kormányom volt az elején, több mint 1 évig vagy 1,5 évig volt nálam ez a kormány. És nagyon jó volt, tehát tökéletesen megfelelt arra, hogy versenyezzek vele. Miért? Nem volt túl kicsi a kormány átmérője, vagyis a sugara. Nagyon sok kormánynál elkövetik azt a hibát, hogy túl kicsi, és ezért kényelmetlen vezetni. Másik garanciás volt, tehát kicserélték, hogyha ha esetleg hibája lett volna, de nem volt. Másik 270 fokot forgott, azt hiszem, és tökéletesen kielégítette azt a versenyzést, amit akkor én akartam. Ugye az elején az embernek azt, hogy szimulátorozik, szokni kell a kormányt. Ez teljesen mindegy, hogy milyen játékkal játszottok. Egyszerre játszottok 5-6 játékkal is. Lényeg az, hogy menjen a kezetekbe és a lábatokba a kilométer. Mert meg kell szokni. Mondok egy példát. Nagyon sokan fordultak hozzám, hogy driftelni szeretnétek. És az, hogy valaki driftelhessen, lehet egérrel is, azzal is meg lehet tanulni, mai napig tudok vele menni, és lehet kormánnyal is. Viszont kormány, én mire megtanultam kormánnyal rendesen menni, napi szinten gyakoroltam, 3 hét volt, mire egy pályát rendesen le tudtam annól fűzni. Ez mit jelent? 100 pontból legalább 80 pontosra tudtam a pályát. Úgyhogy előtte egérre tudtam 90 pont fölötti köröket menni, tehát azért még le voltam maradva. Na most milyen kormányt vegyünk? Az elején érdemes Logitech Force X, vagy Logitech Momo, ezek ilyen, nem akarok hazudni nektek, de szerintem ilyen 10-15 között vannak most, és körülbelül itt meg is állítja őket, drágában nem szabad venni, tehát 10-15 között, ez nem tudom, hogy gyártják-e még őket, ettől függnek az ára. Másik, milyen játékkal játszotok? És javasolnám, volt jó pár videó, meg játék, amit már így bemutattam egy pár játékot nektek. Nagy részével én is játszottam annó, és játszok mai napig. Ugye van egy verzió, amikor nem szeretnétek költeni a játékra. Ez például Life for Speed demo bajnokság van Magyarországon. Nyeremény teljes játék, elég jó mezőny szokott lenni, én is versenyeztem ottan. Másik. Van az R-faktor. R-faktor jóval könnyebb irányítása van szerintem, mint az LFS-nek. Kicsit, hát úgymond nem olyan nehéz a gumifizika, autófizika, nem olyan valóság, ezért könnyebb az irányítása. Viszont R-faktorban nagyon sok a forma autó. Vannak, én is megyek, persze olyan bajnokságot kell keresni mindenkinek, amilyen megfelelő lehet forma egy rally, kasznis autóktól, VTCC, szét különböző széria bajnokságok, tehát szét kell nézni neten, érdemes tanácsokat kérni, van egy honlap, a Racing Zone nevű honlap, ahol úgymond foglalkoznak az emberekkel, mert itt van mindenfajta hír,
És itt érdemes megnézni, esetleg biztos van valahol egy ilyen, vagy itt, ha kérdeztek valakit, hogy milyen R-faktor bajnokságok vannak, érdemes úgymond utána érdeklődni. Plusz ezen az oldalon belekezdtek egy hogyan kezdjék el szimulátorozni részbe, amelyben gépektől kezdve különböző kormányokig foglalkoznak, mindegyikkel leírják a tapasztalatokat, értékeket, stb. Most vannak a negyedik résznél, érdemes elolvasgatni, hogy akkor mielőtt kormányt vesznek, mert itt bemutatnak másfajta kormányokat is. A másik ugye még mindig, hogy mivel játszatok. Hát például van még, ami könnyű játék, ez mostanában jött ki, ez a Race Room Experience. Nem igazán szimulátor játéknak tartom, de tökéletes arra, hogy elkezdjétek vele játszani. Ugyanis free to play, tehát kell hozzá egy Steam account, felrakjátok, 8 giga, beta fázisban jár a játék, mégis jó, mert megtanuljátok a vezetés alapjait, tehát annyira nem nehéz egyik pálya se és egyik autó se, és viszonylag gyorsak is, hogy meg lehet tanulni, érdemes vele foglalkozni, hogyha elkezditek, és hát mi az, ami még úgymond érdekes, például a Race 07 nevű játék, ez is nagyon népszerű játék, abban is van persze bajnokság, de ez is letöltitek különböző torrent oldalakról, ki lehet próbálni, játszatok vele és eldöntitek, hogy melyik játék nektek a szimpatikus. Az első, szerintem első hónap, másfél hónap az ezzel teljen, hogy próbáljátok szokni a kormányt, és eldönteni, hogy melyik játékkal akartok utána jobban foglalkozni, ugyanis egyszerre több játékkal versenyszinten nem igazán lehet. Tehát vagy Life Force Speed-eztek, vagy R-faktoroztok, vagy ha már utána a pénzt akartok rászánni, ugye érdemes megvenni a Life Force Speed-et teljesbe. Ez olyan 8000 forint mai napig, és van itthon vagy teljes értékű magyar bajnokság, amiben azt hiszem van éves tagsági díj is, ami nem azért van, mert ellopják a pénzeteket, hanem mert szervert kell fizetni, plusz különböző szponzorok vannak már, tesztvezetést lehet nyerni, széket lehet nyerni, új kormányt lehet nyerni, tehát akik jók, azoknak érdemes tényleg belefetszölni, úgymond. De minden esetre, mielőtt megveszitek, érdemes egy demo bajnokságot végigcsinálni, hogy megszokjátok ezt a bajnokság feelinget, meg hogy kell kvalifikálni, mi a menetrendje ennek az egésznek. Aztán R-faktoron belül nagyon sok az F1 bajnokság, ott is különböző szintek vannak. Érdemes esetleg elkezdeni egy gyengébb bajnokságban, ahol nincs olyan erős mezőny és sikerélményetek lehet. Miután belevágtok majd egy ilyen nagyobb F1, RFT, meg VSR által szervezett ezek ilyen komolyabb ligák R-faktorba, ahol ha már erős mezőny van, tehát ott már nem úgy van, mint hogy felég a szerverre, az király vagyok az első kör után, nem, ott komoly 100 köröket beletesznek az embereknek, az évek ott vannak a kezekben is, és nehéz ellenük versenyezni. Akkor, tehát ez az egyik tanácsom, hogy próbáljatok az elején kormányhoz szokni, és döntsétek el, hogy melyik játékkal szeretnétek játszani. Ha ez már megvolt, akkor mindenképpen érdemes ugye megnézni, milyen bajnokságok lesznek. Ha ez megvolt, jelentkeztek, és kipróbáljátok magatokat. Ha annyira nem fekszik, akkor se kell csüggedni. Én azt mondom, hogy az első bajnokságban, aki R-faktorban versenyzik, ha ilyen középmezőnbe tudsz lenni, már bőven jó, mert mit tudom én, tart másfél-két hónapig egy bajnokság, vagy akár 3 hónapig. Az ott a 3 hónap alatt rengeteg versenyrutint szerzel, előzések, mikor, hogy, mit válasz, nem remegsz úgy, ezek fontosak, meg fizikai állóképesség, komolyan mondom. Mikor Life Force Speed-ben versenyeztem, gyerekek, másfél órás verseny volt, leizzadtam, tényleg leizzadtam a végére, mire megcsináltam, és nagyon komolyan elfáradsz fejben és testben is. Ha meg betegen versenyzem, mert olyat is csináltam, az meg még durvább, gyerekek. Utána, hú, másnap olyan beteg voltam, mint az állat. Na, akkor tegyük fel, eldöntöttétek, eltelt 2 hónap, és szeretnétek komolyabban versenyezni. Ha komolyabban szeretnétek versenyezni, javaslom az ilyen e-racing, ez ilyen előfizetéses játék, nagyon komoly cucc,
Én soha nem fizettem elő, de volt részem kipróbálni, és nagyon komoly játék. A másik, amit még tudok javasolni, majd a Netcar Pro által cég, aki a Netcar Pro-t fejlesztette, annak lesz most az Assetto Corsa nevű játéka, amit várunk. Az is nagyon komoly játéknak néz ki, hogy abba belekezdeni, meg persze még mindig ott vannak ezek a Life Force Speed Air Factor komolyabb bajnokságokra való váltás, hogy ugye hogyan tudod összehasonlítani magad, hogy most te jó versenyző vagy, vagy nem. Mindig, az, ha nem is jelentkeztek egy bajnokságra, lehet, hogy publikus a letöltése az egyes pályáknak, autóknak. Érdemes letölteni és összehasonlítani az időket, hogy ők mit mennek és te mit mész. Meg gyakran érdemes úgymond visszajátszásokat szerezni, LFS-en hivatalos oldal, SimRacerway hivatalos oldalról lehet visszajátszásokat megnézni, hol fékeznek, hogyan kanyarodik, mi az ív, ezeket megtanulni, hogy lásd, hogy hogyan kell igazából versenyezni. De nem elég gyorsnak lenni, mert mondom, a magán a versenyen nem elég, hogy gyors vagy. Azért az előzések, meg a rajt, meg ezek, az első kanyar elfordulás, hogy hol van az autó, hol nincs, ki az, aki miatt vigyázni kell, mert beléd fog szállni, már látod a tükörből, ilyesmi. Ezeket mind meg kell tanulni, és ez sajnos idő és sok szenvedés, mert ha kilöknek, óvás, anyázás, az lesz bőven, azt tudom garantálni. Én ezért is hagytam abba annó a Life Force Speed-et és a különböző bajnokságokat Air Factorban is. Nagyon sokan kilökdöstek és nem tisztelték a másikat. Meg a másik, nagyon sokan akartok driftelni. Ahhoz, hogy driftelhessetek, először is kormányba tenni kell a kilométert rendesen, mert sokkal gyorsabb a driftben való kormányzás, mint alapból. Még egy 270 fokos kormánynál is sokkal gyorsabban kell reagálni, mint normál kanyarodásnál. A másik, amit tudok javasolni, hogyha valaki úgymond tényleg komolyan akar driftelni, akkor legalább egy Logitech Momo, mert azon van kézifék, tehát ez a botkar, amit be lehet állítani kéziféknek, vagy érdemes még Driving Force GT-t beszerezni, ami viszont már 900 fokot fordul, és ott már olyan, mintha igaziba a kormány tekergetnéd, az is elég komoly érzés. Akkor, hát mit tudok még elmondani nektek? Gyakorlás. Csak úgy lehettek jók, hogyha gyakoroltak, tehát egyből nem lesztek jók. Most megyek a hegyi versenyben, ugye első háromban voltam eddig mind a három futamon. Én 3 napokat készülök azokra a versenyekre, ez már a rutinomból adódó, hogy csak 3 napot készülök, úgy érzem, ennyi elég, nem igényel többet. De például, ha valaki Life Force Speed bajnokságra készül, gyakran volt olyan, hogy én előtte lefutottam a teljes távot, megnéztem, mennyit kapott a gumi, mennyi benzin fogyott el, mennyi idő lesz, hogyan tudok koncentrálni, ez mind-mind rajtatok múlik, hogy mennyit tesztek érte, de és ezt úgy nem lehet, hogy leültök egyik napról a másikra, hogy na én ma szimulátoros leszek. Nem, ez fejbe dől el, és a gyakorlások után mondhatod azt, hogy te szimulátoros vagy, és ezzel akarsz komolyabban foglalkozni. Hát így az első, úgymond, szerintem ilyen videónak a végéhez érünk. Aki esetleg bővebben szeretne, vagy van konkrét kérdésetek videó alá, Facebookon írjátok meg. Lehet, hogy lesz még ilyen videó. Próbálok nektek segíteni, kérdésekre válaszolni. Egyelőre ennyi. Sziasztok!